Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Dendera szerelmi üzenete. Gyertya mágiával. Ezúttal a piros gyertyával dolgozunk, ami utal a szerelemre, de mindarra, amit kedvelsz. Ez lehet a hivatásod is. Az a fontos, hogy szívvel, lélekkel benne vagy. Persze, ha piros gyertyával dolgozunk, akkor gyakran a szerelemre gondolunk, hogy szerencse legyen a szerelmi élet területén. Én a kártyákat most másképp vetettem ki, de úgy gondolom, hogy így részletesebb, és kezdeném is. Itt a madarak utalnak a könnyűségre, és jelentik a kommunikációt, sőt, itt mellette van ez a levél, tehát egy fontos hír, vagy egy szerződés érkezik hozzád. Ezáltal itt lesznek változások és döntések. A könyv itt jelentheti a tudásodat, hogy megkapod az elismerést, vagy lehet egy továbbképzés is. De a könyv jelenti gyakran a titkokat is, hogyha arról van szó, hogy fontos döntéseket hozol a közeljövőben, akkor azt nem kell mindenkinek elmondani. Légy inkább visszahúzódó, légy titokzatos. Itt a négy levelű lóhere szerencsét hoz. Itt lesz egy szerencsés fordulat. Azt is jelenti, hogy ez a hír jó vagy előnyös számodra. Amit itt a négy levelű lóhere még jelent április hónapot. Lehet, hogy jelenleg még nem előnyös ez a döntés, hanem április hónap hozza neked a szerencséd. Akkor itt megjelennek az utak és döntések előtt állsz. A gólyák pedig jelentik a változásokat. Ha megnézzük ezt a medvét, akkor az lehet a te életerőd, hogy bebizonyítod magadat. Ha itt egy magán cégről van szó, vagy egy spirituális területről, akkor ez a torony azt jelenti, ezt ki tudod építeni. Viszont ha más munkahelyről van szó, akkor ez a medve lehet a főnök, vagy a főnöknő is. Itt munkáról van szó, hiszen a horgony szimbolizálja a munkát, a hivatást. Ebben az esetben lehet, hogy a főnököd vagy főnöknőd jönni fog, és itt vannak még bizonyos korlátozások. Vagy lehet, hogy félelmeid vannak, és benne vagy ebben a toronyban, és akkor az úgy hat ki rád, mint egy labirintus, keresel egy megoldást, keresel egy kiútat, itt láthatóak az utak, és erről szeretnél valakivel beszélni. De azért légy kicsit óvatos, mert a könyv azt is jelentheti, hogy most légy inkább olyan titokzatos, nem kell problémákról beszélni. A torony jelenthet egy hivatalos dolgot, vagy egy bírósági ügyet is. Ebben az esetben ez a medve lehet egy alkalmazott, ebben a hivatalban, vagy lehet egy bíró is. Minden esetre van szava, tud döntéseket hozni. Ami a szerelmet illeti, itt látható a szív és a napsugár a vonzalmat kettőtök között. De a nyitottságot is, különösen, ami ezt a férfit illeti. Ez a férfi utal a férfiakra, vagy ha te egy hölgy vagy, akkor jelenti a te lelki társadat. Itt a felhő fél évet jelent. Gondolj vissza arra, mi hogyan történt fél évvel ezelőtt, mert a múltban voltak itt nézeteltérések, vagy viták, veszekedések, valami olyan átláthatatlannak tűnt, de ez most elmúlik. Itt kisüt a nap, láthatóvá
tesz valamit, sikereket hoz. Azon kívül szerencsére megjelennek itt az egerek. A kártyavetésnél úgy szoktuk mondani, ott, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a vitákat, veszekedéseket, a nézeteltéréseket, és az egerek eltávolítják a felhőt, ami eddig átláthatatlannak tűnt. Itt látjuk az ő tartását nyitott érzelmekről beszélni. Sőt, közeledik hozzád ezzel a virágcsokorral, ami egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék, és itt a park jelenti akkor már a nyilvánosságot. Lehet, hogy ott találkoztok, vagy fölvállal téged. A park jelenti az elismeréseket is, hiszen majd bókolgatni fog neked. A fa pedig utal a biztonság érzetére, ahol mindketten úgy érzitek, hogy itt ebben a párkapcsolatban le tudtok gyökerezni. Amit a fa még jelent, az egészségügyi témákat. Lehet, hogy ez a férfi ott dolgozik, mint például egy orvos, vagy érdekli ez a terület. Azt is jelenthetik a kártyák, ha eddig valaki betegeskedett a családban, itt meg lesz az életerő, itt meg lesz a gyógyulás, minden jóra fordul. A szerelmi élet területén a fa jelenti a biztonság érzetét. Ha összefoglalom a kártyák jelentését, lesz egy fontos hír. Döntéseket fogsz hozni. Április hónaphoz számodra szerencsét. Ez lehet egy iskolázás is, vagy döntéseket hozol a munkádat, a hivatásokat illetően. A munkahelyen vannak még korlátozások, viszont ha ki szeretnél alakítani egy magáncéget, megvan erre a lehetőség, hiszen itt ki tudod ezt építeni, megvan hozzá az akaratod és az életerőd. A múltban voltak még nézeteltérések, de ő, ez a férfi közeledik hozzád, nyitott érzelmekről beszélni, találkozni fogtok, és lesz egy kellemes meglepetés, vagy egy ajándék. És most átküldöm a gyertya mágiának az energiáját, ezt a szerelmi energiát. Ha gondolod, leírhatod a kommentárba, hogy hat ki ez rád, örülnék ennek. És helyezd magad most kényelembe, csukd be a szemedet, és gondold át azokat a dolgokat, amit szeretnél elérni, amit szívvel, lélekkel csinálsz, vagy gondolj a szerelemre, hiszen itt szerelmi energiáról van szó. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!